Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Gábor vagyok. Ebben a videóban a karácsonyi ajánlataimat fogom folytatni egy olyan recepttel, amit igazából pék és cukrász vonalon is elkészítenek. Én szerintem nagyjából minden családnak a nagy kedvence karácsonykor, szinte mindenki készíti, akár ajándékba, akár saját célra is. Tehát ez lesz a beigli, hagyományos beiglit fogok készíteni, rendes omlós tésztából, ahogy az kell. A töltelékek diós és mákos lesz, tehát töltelékek terén is hagyományosan fogom készíteni. Én most egy kisebb adagot fogok készíteni, mert mostanában nagyon sokat sütök és hárman vagyunk, nem nagyon fogyna el, de mindenképpen ajánlom, hogy a két rút helyett, amit én készítek, duplázzátok meg az alapanyagokat, duplázzátok meg az adagokat, és készítsetek 4 rúdat karácsonykor. Nos tehát, az alapanyagok, az első a finom liszt, amihez már most hozzáadom a porcukrot, fontos, hogy beiglesz porcukrot használjátok, meg kristálycukrot, és mehet hozzá a só is, így az élesztőn kívül már minden száraz alapanyag benne van. Majd most így az elején hozzáadom a vajat, és a száraz alapanyagokat a vajjal együtt el fogom morzsolni markoló mozdulatokkal. Erre azért van szükség, mert ezáltal, a morzsolás által a vaj körbeveszi a lisztszemcséket teljesen, ezáltal lezárja a folyadéknak az útját, hogy érintkezni tudjon a lisztszemcsékkel. Így nem fog kialakulni az úgynevezett sikérszerkezet a tésztában, a sikérváz, azaz a fehérjeváz, és ezáltal fogunk egy omlós jelleget kapni, egy omlós állagot tésztának. Tehát, hogyha elértétek ezt az állagot, hogy már a lisztszemcsék besárgultak, teljesen körbevette őket a vaj, vagy akár a margarin, mert használhatok a megadott mennyiségű margarint is, illetve hogyha összegyúrjátok, és utána így tudjátok törni, látjátok, hogy szétomlik, akkor megkaptátok a kellő állagot, és lehet tovább dolgozni, hozzá lehet adni a többi alapanyagot. Nos, az egyik a tojássárgája, ami mehet bele. Kettő tojásnak a sárgája. Illetve itt van a tejem, én hideg tejet használok, használhatok akár szobahőmérsékletűt. Ebben a tejbe most beletöröm az élesztőt és fel fogom benne oldani. Felfuttatni nem szükséges, mert nem az élesztő gyors munkája lesz a cél ennél a süteménye, hanem inkább a késleltetett élesztő reakció. Tehát ezt most szépen addig keverem, amíg teljesen fel nem oldódik. Alapanyagok közül egyedül a vajból javaslom a szobahőmérsékletű vajnak a használatát, mert könnyebben el tudjátok gyúrni a tésztában, mint hogyha a hideg kemény vajat használtok. Mert hogyha az élesztő teljesen feloldódott a tejbe, már nem tapad a kamához, illetve az edényfalához se, akkor hozzá lehet adni a dagasztáshoz. És így, hogyha minden alapanyag benne van, akkor meg is lehet kezdeni a dagasztást. Egy géppel fogom csinálni, természetesen csinálhatjátok tovább akár kézzel is. Oké, a tésztát nagyon szépen kidagasztottam. Ahogy látjátok, ez a vajas tészta a dagasztás végére teljesen elválta az edény falától, még ki is takarította azt, illetve a kézdagasztás esetén se ragad már a kézhez. Ahogy láthatjátok az állagát, egy picit fogósabb állag, de még mindig hasonlít a közepesen lágy állagra. Nos, ezt a tésztát most el fogom felezni, mivel 2 beigli fog készülni, 700 g, ezért 350 g-ra fogom elosztani. Annyit elmondanék, hogy én menet közben egy picit variáltam a tejnek a mennyiségével. Ez azért van, mert a különböző minőségű liszteknél a folyadékfelvevő képesség más, illetve a tojásoknak méretétől is ennél a kis mennyiségű liszthez ennyi tojást hozzáadva nagyon sokat szabályozhat a folyadéknak a mennyiségén. Tehát figyelnetek kell, nagyon ellágyítani nem szabad a tésztát, mert hogyha túl lágy a tészta, akkor ki fog repedni a beiglinek az oldala. Viszont hogyha túl kemény a tészta, akkor meg nem fogtok vele tudni dolgozni.
Most hát ezeket egy picit most én főgömböítem, természetesen választhatok egy egyszerűbb gömböítési formát is magatoknak, illetve már most egy picit meggyúrom hosszúkásra, mert majd sarkosra lesz lenyújtva, tehát így egy ilyen kis buci formát fogok neki alakítani. Hogyha ezzel a két bucival megvagyok, utána be fogom őket vonni folpakkal, hogy teljesen elzárjam a levegő útját, tehát be fogom őket csomagolni. Egyen be is mutatom. Így beleteszem a közepére, mégis ez biztos, hogy mindenkinek megy segítség nélkül is. Azért egyet becsomagolok így a videó kedvéért. Tehát így teljesen elzárom a levegő útját, a másikkal is ugyanezt megcsinálom, és így fognak menni a hűtőszekrénybe. Két-két és fél órát nyugodtan benne lehet adni a hűtőszekrénybe, mivel meg lesznek csinálva belőle a beiglik. A tésztát két-két és fél óra hideg hűtős pihentetés után feldolgozhatom, tehát elkészítettük belőlük a beigliket. Hogyha megfogjátok, észre fogjátok menni, hogy egy picit keményebb az állaga, mint amikor betettük. Ez annak köszönhető, hogy a vaj egy picit visszakeményedett a hűtőben. Nos, mielőtt elkezdeni megcsinálni, bemutatom nektek a tölteléket, tehát lesz egy mákos töltelék és egy diós töltelék. A mákos töltelék úgy készült, hogy a tejet felforraltam, hozzáadtam a cukrot, vaníliás cukrot, a mákot, egy picit összefőztem, összerottyantottam, félrehúztam a tűzhelyről, utána beletettem a citromlevét, a citromhéját, a mazsolát, összekevertem és így hagytam kihűlni, mindenképpen szobahőmérsékletre kell hagyni hűlni, vagy esetleg akár, hogyha korábban megcsináltok hűtőbe, be lehet tenni, hűtőbe tárolni, és egy picit a töltés előtt korábban kivenni, hogy egy picit visszamelegedjen szobahőmérsékletre. Meleg töltelékkel sose töltsetek, mert ki fog repedni a beigli. A diótöltelék szintén ugyanúgy készül, mint a mákos, annyi különbséggel, hogy vizet használtam hozzá, nem tejet. Nos tehát, így, hogy a töltelékeket is bemutatom, egy picit félreteszem, és el is lehet kezdeni kinyújtani az első tésztát. Kicsomagolom. Igazából készítettem ide lisztet, de nem hiszem, hogy ez a tészta ragadni fog, mert elég zsíradékos, úgyhogy nem is fogok szerintem lisztet használni. Egy picit így ki lehet lapogatni, be lehet állítani egy ilyen négyszögletes téglalapot már a nyújtás előtt, hogy könnyebben lehessen indítani a nyújtást, és akkor mindig a sarkok felé elkezdjük nyújtani a tésztát. Most itt a végén egy picit meg lehet igazgatni, egy picit föl is emelem, hogy majd a föltekerésnél könnyebb legyen föltekerni. Ki lehet alakítani neki teljesen egy ilyen téglalap alakot. Egy picit meg nyújtok rá, körülbelül olyan 3 mm vastagságba kell benyújtani a tésztát. Itt a végét, ahonnan elkezdődik a tekerés, egy picit el lehet vékonyítani. És hogyha így megvan, akkor utána, még azt elfelejtettem, a széleit is egy picit elvékonyítom, mivel rá lesz hajtva, és hogy ne dudorodjon majd ki a beiglinek a két vége. Tehát így, hogyha ez megvan, akkor be is lehet tölteni a töltelékkel. Első körbe belerakom a mák tölteléket. Nagyon szépen el lehet benne oszlatni. Az a lényeg, hogy ahonnan indulunk, ahonnan tekerjük, ahonnan indulunk a tekeréssel, oda tölthetünk mákot, a másik felén viszont egy sávot hagyjunk üresen, ahol majd a tészták találkozni fognak, illetve a szélein egy nagyon kicsi sávot üresen kell hagyni, mert a széleit majd rá fogjuk hajtani. Most, hogyha sikerült a tölteléket így szép egyenletesen eloszlatni, akkor a két széleit ráhajtjuk, hogy a szélein se jöjjön majd ki a töltelék a sütéskor. Itt jól benyomkodjuk, egy picit még el is nyújtom, hogy ne vastagodjon majd meg a beiglinek a két széle nagyon.
Így. És akkor következhet a feltekerés. Az egyik oldaláról elkezdem fölhajtani. Egy picit behajtom. És szépen. Egy picit mindig visszafeszítem, de nem túl feszesen. Nem is túl lazán. Föltekerem a beiglit. A végén a két tészta össze fog záródni. Majd fogom és el is rakom a sütőlemezre. Mindenképpen a tészta találkozások pontosan középre alulra kerüljenek. Tehát az első belgink, én szerintem nagyon szép lett, így néz ki. Ilyenkor még egy picit ki lehet alakítani szabályos formát neki, de úgy érzem, hogy elég szabályosan föl lett tekerve. Most pedig megcsinálom a diósat is ugyanígy. Most, hogyha megvolnék a diós beiglivel is, akkor jön egy nagyon fontos momentum. A beiglinek védjegye, hogy márványos a felületük, tehát márványos repedések látszanak a felületükön, ami igazán különleges és csodálatossá teszi őket. Ehhez a tanácsot Pacsai Orsolyától kaptam, ami igazából a kenésen és a kelesztésen fog múlani, illetve jelen esetben nem lesz kelesztés. Tehát először csak simán tojás sárgájával fogjuk átkenni a beigliket, minden oldalon nagyon szépen. Tehát az oldalain is, tetején is, mindegyik felén. Nos, most ezt a lemezt így, ahogy van, alapos átkenés után be fogom helyezni a hűtőszekrénybe, körülbelül egy fél órára. Azt kell figyelni, hogy a tojássárgája teljesen száradjon rá a felületére. Amikor rászáradt, akkor lehet vele tovább dolgozni, nem sokára mutatom, hogy hogyan. Fél óra telt el, tehát fél órát szállítottam a tojássárgáját a hűtőbe a beiglikre. Ez a fél óra alatt, hogyha megfogjátok, már érzitek ti is, hogy tényleg teljesen megszáradt a sárgának a felülete, egyáltalán nem tapad. És most jön a trükk a márványos felületnek a kialakításához, az pedig az, hogy a tojássárgás kenés után a második kenést tojásfehérjével fogom megcsinálni. Azzal is ugyanúgy jó vastagon átkenem minden oldalát. Most miután mindenhol jól átkentük beigliket tojásfehérjével is, mehetnek vissza a hűtőbe, ismét egy fél órára, hogy a tojásfehérjés réteg is teljesen rászáradjon. Közben már egy negyed óra múlva körülbelül, illetve hát ismeritek sütőtöket, hogy mennyi idő alatt fűt fel, 180 fokra be is melegíthetitek. Most fél óra telt el ismét, mióta a tojásfehérjével is átkentem. A tojásfehérjés teljesen rászáradt, most pedig ezt különös módon keresztés nélkül fogom egyből a sütőbe helyezni, de mielőtt ezt megtenném, azelőtt egy pálcikával megbökölöm. Ezt annak érdekében teszem, az lesz a célja, mint kenyeretnél például a vágás,
hogy a kiszabadulni vágyó gőzök azon a helyen tudjanak kiszabadulni, ahol mi szeretnénk, és ne okozzanak olyan fajta repedéseket a süteményen, amikre mi nem számítunk, illetve nem szeretnénk. Most tehát itt a tetejébe egy pár bökést teszek, teljesen szépen le lehet bökni. Még az oldalába is lehet egy párat. Majd ha ez megvan, a 180 fokra előmelegített sütőbe egyből mehet is be. Később jelentkezem a sütés körülményeivel, hogyha végeztem. Végeztem a sütéssel, 180 Celsius fokra előmelegített sütőbe helyeztem be a sütőlemezt, itt sütöttem én 35 percig. Nálatok a sütési idő lehet egy pár perccel hosszabb is, akár 40 percig is. Igazából ez a sütők eltérő teljesítményétől függ, de szerintem 35 és 40 perc között mindenkinél csodálatosan ki fog sülni. Annyit még elmondanék, hogy a kis jellegű péksüteményeknél nem szoktam ajánlani, a légkeverés meg szárítja őket, viszont ez egy nagyobb tömegű sütemény, ennél ajánlatos légkeveréssel sütni, mert a belsejét is jobban át lehet sütni így ezáltal. Nos, lássuk, hogy hogyan is néznek ki. Nagyon meg vagyok elégedve, csodálatos, tényleg nagyon gyönyörű, márványos lett a felületük, mind amire szállítani lehetett. Tehát szerintem kinézetre nagyon jó. Mindenképpen ajánlom mindenkinek, hogy próbáljátok ki a receptet, mert ízre is isteni. Sajnos fölvágni egyelőre nem tudom, mert még picit meleg, és indulnom kell dolgozni, de mindenféleképpen fogok készíteni fotót, ahogy fölvágom, és a videó végére kifogom azt is, hogy lássátok, hogy szeretek be milyen. Hogyha tetszett a videó, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel ide a YouTube csatornámra, hogy a további receptekről, ötletekről, videókról is mindig idejében értesüljetek, illetve a Gábor a Házipék hivatalos nevű Facebook oldalamon mindig az aktuális információkkal látok el titeket. A jövő heti videóig, sziasztok!